Queria mamãe, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohárból a ragyogás könyvét, amit írta Rabbi Shimon bar Yochai, a híres talmudi bölcs és a kabbalának az atya. Ez az első kötet, Lamedhet Amud Bet, 38 per B oldal a végén. Folytatjuk a Gan Eden, az Éden kertnek a leírása. Azzal kezdte a Zohar, hogy a Gan Edennek van 7 terme, vagyis 7 szintje. A negyedik teremnél tartunk, és azzal kezdtünk, hogy a negyedik terembe található mind azok, akik meghaltak, mind azok a zsidók, akik meghaltak, amikor lerombolták Ciont és Jeruzsálemet a szentély lerombolásakor, illetve mind azok, akik a nemzedékek során meghaltak a bálványimádók által. És ahogy kezdtünk mondani, hogy a Mesiás ő járja a második teremtől kezdve folytatja egyik teremből a másodikba, a következőbe, és akkor eljön a Mesiás ebben a terembe, és sír és gyászol azok után, akik meghaltak. Ekkor jönnek hozzá az összes király, akik Dávid házából származnak, megfogják és próbálnak őt vigasztalni, azzal próbálják ők vigasztalni, hogy majd eljön a Mesiás, és újra lesz Dávid királysága, újra lesz minden a helyen lesz beleértve a szentély. Eddig tanultunk múlt héten. Folytatjuk. Mondja az Zohar tovább, de a Mesiás újra kezd sírni. Kicsit úgy lehet érteni, mint nem hagyja abba a sírás, azt mondja, hogy folytatja a sírás, mindenképpen újra sír. Miért sír most? Erre a kommentátorok azt mondanak, vagy azért sír másodszor, mert eddig sírt az első szentély lerombolása után, most pedig a második szentély lerombolására. Inkább szerintem értető a másik magyarázat, hogy a Mesiás sír az összes mártír után, akik meghaltak azért, a hitük miatt haltak meg. Most külön sírása van azok után, akik mostanában haltak meg. Akiket mostanában öltek meg a bálványimádók. És újra kezd a Mesiás sírni, míg nem jön ki isteni hang, míg nem jön ki egy isteni hang, ami egy ilyen vigasztalási hang. Ekkor a Mesiás
a Mesiás egyesül ezzel az isteni hanggal, felmegy még magasabb szintekre, felmegy még magasabb szintekre a felső Gán Édenhez, és ott marad, lényegében nem tér magához, folytatja a gyászt és a sírást, míg addig, amíg nem kezdik az új hónap. Amikor kezdődik az új hold, az új hónap, akkor lejön a Mesiás a felsőbb szintekről, magával hoz, magával jönnek le vele mindenféle új isteni fény, ami megvilágítják azokat a termeket, azokat a szinteket, ahová a Mesiás jön el, és ők, és ezek az új isteni fény hoz gyógyulást és fényt, mint azoknak, akik meghaltak a bálványimádók által, és mind azoknak, akik sokat szenvedek, ugyanúgy, de a Mesiás maga is szenvedett, ez a sok isteni fény, az vigasztalásra szól. És érdekes dolog az, hogy ez mind kapcsolódik az új holdhoz, az új hónap, amikor van új hónap, meg új hold van. Erre azt mondanak a Zohárnak a kommentátorai, hogy maga, mert a kérdés az, hogy kapcsolódik ez az új hónaphoz, és mi köze ennek az új hónaphoz. Erre azt mondja, amikor a hold csökken, ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb fény van. Egyre kevesebb fény van, ez lényegében azt jelenti, hogy az Isten elbújik, visszavonul, és ez ad lehetőséget mindenféle rossz dologra. Amikor az isteni fény nem olyan erős, nem olyan se mennyiségben, se minőségben, akkor van lehetőség a sok rosszra, amit a bálvány imádók képesek tenni. Amikor kezdődik egy új hold, mi az új holdnak a jelentősége? Egy új szülés, egy új fény elindul, és két héten keresztül csak egyre nagyobb. Ez szimbolizálja azt is, hogy spirituálisan is újabb fények jöttek rá a világra. Minden hónapban újabb és újabb és újabb fények jönnek rá a világra, és erre azt mondja a Zohár itt, amikor új hold van, új kezdés, akkor újabb fény jönnek le vigasztalásra, gyógyulásra, és a sok rosszra. Ezzel lehet érteni azt is, ami írva van, hogy Rosh Chodesh előtti napon, új hold előtti napon az egy nagyon különleges idő. Sok magyar közösségben új hold előtti napon szoktak tartani Yom Kippur Katant. Ez az Askenáz szokás. Szó szerint Yom Kippur Katan, kis Yom Kippur. Ez egy bőjt nap, sokan bőjtölnek, Minchánál, a délután imánál plusz kiegészítése van, a több imát mondanak el és imádkoznak, mert egy új hónap, ez egy új kezdés. A Lubavitch Rebbe példa minden erevrös hód és minden újhold előző napon szokott kimenni a temetőbe imádkozni az apósa sírjánál. A keresztúri Rabbi Shájellerről mesélnek, hogy minden erevres hajdeskor szokott elmenni Bodra keresztúrról, Olasz Riszkára szokott menni az ő mestere sírjához. Sőt, egész hónapban szokott félretenni mindenféle ilyen kvitliket,
mindenféle kívánság cédulákat, szokta szinti úgynevezett súlyosabb, a nehezebb ügyeket szokott félretenni, és aztán erevrös hadiska szokott menni az ő mestere sírjához, az olasz liszkai csodarabihoz. Most miért? Mert Rosh Chodesh, ez az újabb fény jön a világra, és akkor előző napon imádkozunk, és mind az új fény, ami gyógyulás és vigasztalást és minden, az azokra a különleges esetekre hasonlnak, hogy rendbe jöjjenek. Mondja a Zohar tovább. Amikor még egy zsidót megölnek a bálványimádók, akkor a messiás felveszi az ő... A Zohar azt a kifejezést használja, mint purpira. Purpira az egy nagyon szép királyi öltözék. A messiás, amikor valaki meghal, még egy zsidó meghal a bálvány imádók által, akkor a messiás felveszi azt a nagyon különleges ünnepi ruhát, és ezen a ruhán rákerül mind azoknak az arcuk, akik meghaltak a bálványimádók által. Ami azt jelenti, mivel most még valaki halt meg, akkor a messiás felveszi ezt a különleges ruhát, és akkor ez a legújabb mártír is rákerül erre a ruhára. Először fejezzük be a Zohart, és utána nézzük meg, mit mond a Midrash ebben a témában. És... aztán, amikor a messiás felveszi ezt a ruhát, és rákerült a legújabb mártír, akkor ezek az arcok felkerülnek az isteni ruhájára is. És ez az a ruha, amit az örökkévaló fogja viselni, és ezzel fogja számon kérni a bálványimádóktól. Ezzel fogja számon kérni a bálványimádóktól, ahogy írva van Zsoltárok 110:6, Yadin bagoyim malei gviot, hogy ítélkezni fog a bálványimádó népeken teli testekkel. Most az egyszerű jelentése ennek a zsoltáros versnek az örökkévaló ítélkezni fog, és ha bűnösnek találja őket, akkor ők meg fognak halni, és tele lesz ott a föld az ő testüket. A Zohar nem úgy magyaráz. A Zohar azt mondja, hogy az örökkévaló a sok test miatt, hogy a sok testtel, a sok mártírral fog ítélkezni a bálványimádó népek fölött. Nézzetek csak meg ezeket, és rá fog mutatni a ruhájára, ezeket ti megöltetek. Most természetesen az, hogy valaki mártír, még egyszer nézzünk meg mi a kifejezést, amit a Zohar használ, mint azok, akik a bálványimádó népek által meghaltak. Nem arról van szó, hogy az élete során is már egy hihetetlen nagy szádik jámbor ember volt. Az élete során őt egyszerű, rendes zsidó volt. De azáltal meghalt, azért halt meg, mert a hite miatt, akkor ettől kezdve ő mártír.
ő mártír lett. Mondja a Midrash, itt három Midrash van itt idézve. Azt mondja a Midrash, Rabbi Avahu azt mondja a Rabbi Elazar nevében. Mindig, minden egyes jámbor, akit a bálván imádó népek megölnek, akkor az örökkévaló felírja a királyi ruháján. És az örökkévaló azt mondja a népeknek, miért öltetek meg ezt is ezt? És mi a hangsúly itt? Hogy minden egyes mártír fel van írva. És minden egyes mártír külön-külön van számon kérve. Nincs egy ilyen globális számon kérés. Miért a bálvány imádoktól, miért öltetek meg a sok zsidót? Nem. Sok zsidó az egy nagyon ilyen általános kifejezés, általános szám, hanem fel van írva, hogy az Zohar mondta, az arcuk rákerülnek, és egyes éva van a számon kérés. Mondja a Midrás, és a népek próbálni fognak tagadni. Nem, mi nem öltünk meg. Erre mit tesz az örökkévaló? Előveszi az ruhát, nézd csak meg, pláne az Zohar mondja, itt van az ő arca. Egy kicsit, ez nem, természetesen nem szeretném itt összehasonlítani az isteni ruháját, de a Yad Vashem Izraelbe, amikor elindult a Yad Vashem, akkor azt mondtak, hogy nem elég az, hogy van egy szám, 6 millió zsidó halt meg, hanem a szám mögött legyenek nevek. Ha lehet, akár még arcok is. Sajnos arcok az a nehezebbik feladat, mert ami elpusztult, az nehezen lehet visszahozni, de a neveket az sok ember ismerős emlékezetből is tud visszamondani. És azóta gyűjtenek neveket, nem tudom pontosan hol tartanak, 3 milliónál vagy 4 milliónál, ami elég sok az képes, hogy van rengeteg család és település, ahol egy zsidó sem maradt életben, hogy nem maradt senki, aki tanúvallomást tegyen. Ehhez képest 3-4 millió az rengeteg, annak ellenére, hogy hiányzik még 1-2 millió. Mondom, ez csak egy ilyen emberi hasonlat, az örökkévaló ezeket felírja, és minden egyes mártit külön számon kéri. Egy picit másik kifejezés használ egy másik midrás. A midrás azt mondja, minden egyes mártírnak a véréből rákerül erre a király, az isteni királyi ruhára. Ami azt mondja, a Zohar szerint az arca, ez a midrás szerint a vére, azt szerint nem lehet tagadni, itt vannak a bizonyítékok. És így megy a számon kérés, ami két oldalú a dolog. Először az, hogy a számon kérés, hogy minden egyesen külön-külön, és a másik oldal az, hogy az örökkévaló mindegyikre külön-külön emlékszik. Nem csak egy ilyen gyűjtő fogalom vannak mártirak, hanem név szerint van az Ábrám, van a Lea, van a Sára, van a Yitzhak, stb. Szóval ez akkor van, nem tudom, mit akar a Elemér mondani, az igazság jóval több, nem tudom, mit jelent. Na, mondja a Zohar tovább. Ugye akkor ez történik, amikor egy újabb mártír hal meg. És addig, ameddig a Mesiás nem jön le, nem jön vissza, ahogy mondtunk, előbb sír,
sír és felmegy, és aztán újholdkor, újhold napján jön vissza, és vigasztalja ezeket, akik most haltak meg. Vele együtt, ahogy a Zohar már előbb is mondta, érkeznek újabb fények, amivel az mártírak, az isteni fény, amit a mártírak tudnak élvezni. Ezen kívül jön vissza a Mesiásról sok angyal és sok szekér. Lényegében fogadni minden egyes mártírt külön-külön. És mindegyik angyal és szekér hoz magával egy drága ruhát felöltöztetni ezeket a lelkeket, akiket megölték. Mit jelent az, hogy felöltöztetni őket? Mert eddig ők mártír állapotban, véresen, stb. Lettek eltemetve, vagy nem is lettek eltemetve, erre jönnek most, és mindegyik kap egy külön szép ruha, és mindenki kap külön szép ruha, és ott az Édenkertben, ezen a szinten, ebben a teremben, a negyedik teremben, ott vannak, míg a Mesiás nem megy fel és le, mert valahányszor megy fel, mindig visszajön újabb és újabb, magasabb és különlegesebb isteni fényeket. Az, amit a Zohárban van az utalás, hogy ezek mind fel lesznek öltözve, és erre mondtam, hogy mit jelent az, hogy felvennek öltözve, mert eddig úgy vannak, ahogy megöltek őket. Erre mondom egy halachikus dolog, ami írva van a Shulchan Aruchban. A Shulchan Aruch azt mondja, tudunk, hogy temetés előtt van minden egyes halottat, kap egy taharat. Taharat azt jelenti egy tisztítás, egy mosdatás és felöltözt, szépen felkészülni a temetésre. Mosdatás, stb. Azt jelenti, hogy bármilyen piszak van rajta, azt elmosák, hogy tiszta és tiszta legyen. Azok, akiket megöltek, azokat nincs mosdatás. Miért nincs mosdatás? Mert szeretnénk, hogy vigyen magával és mutassa be az Istennek, tessék, ez történt velem, nézd rám, hogy véres vagyok, innen folyt a vér, onnan folyt a vér, stb. Ez egy halachikus dolog, nem csak egy misztikus dolog, ez egy halachikus dolog, hogy az örökkévaló lássan, hogy mi történt vele. Talán erre is utal a Zohár itt, hogy az elején úgy van, ahogy megölték őt. Utána jönnek az angyalok, és öltöztetik őket, stb. Ez az is kapcsolódik, amit a harmadik terem, a harmadik szinten tanultunk, hogy ott gyerekek kerülnek, akik fiatalon haltak meg, és nem tudtak sok micvát csinálni. És erről múlt héten magyaráztam, hogy a micva, hogy a Tanjában írva van, a micva az a ruhája, a léleknek a ruhája a halála után. De ha fiatalon halt meg a gyerek betegségben vagy valamiben, akkor nincs elég ruhája, akkor kap ruhát. Talán erre is vonatkozik ez, hogy az, aki mártírként hal meg, ami azt jelenti, akkor nem öreg korára megbetegedett és meghalt, hanem fiatalon. Nincs elég ruhája, ő még sokkal több micvát, sokkal több parancsolatot teljesített volna, ha élt volna. És mivel nincs neki olyan sok ruha, akkor jönnek az angyalok, és öltöztetik őket, hogy legyen nekik még szebb és még szebb ruhát, mert ők nem tehetnek róla, nincs ennek se több ruha.
folytatja. Ez mindig a negyedik teremben vagyunk. És az előzőben is mondtunk, hogy minden teremben van egy belső és magasabb szint. A szint ezen a termen belül van egy magasabb szint. Erre azt mondja a Zohar is, ebben ebben a teremnek a belső részében ott egy magas szinten ott van a 10 vértanú, a mártírhalt vértanú, ez pedig a 10 talmudi bölcs volt, akik a rómaiak kegyetlenül megöltek. És az arra megnevezi ezek Rabbi Akiva és barátjai és kollégai, akik minden egyes bölcs egy más kínhalált halt meg. Borzasztó. Ez is azért, mert zsidók voltak. Mert zsidó bölcsek voltak. Ezek a tisztviselők. Ezek a kinevezett, ők vannak kinevezve ebben a belső, a negyedik terem belső szintjén. És ezek mind valami nagyon, nagyon különleges fényben van részük, és erre vonatkozik az az írás, Jesaja 64:3, Ein lora átta elökim zulatha jászel lemachakelo. Vagyis olyan nagy a jutalom azoknak, akik mártír halált halnak meg, hogy az semmi, egy szem még nem látta. Azt jelenti, nincs az a cádik, nincs az a jámbor, aki látta volna ezt a szintet. Az egy nagyon-nagyon különleges isteni fény azoknak, akik mártír halált haltak meg. Mert ők azért haltak meg, a hitük miatt, az Isten miatt. Ez a negyedik szint. A negyedik terem. És most folytatja a Zohár az ötödik termet. Ugye 7 terem van összesen, szintről szintre megyek, lentről kezdtünk, a hetedikkel kezdtünk, azt jelenti az alsó, pontosabban az alsóval kezdtünk, az volt az első, és most megyünk felfelé, most az ötödik szint jön. Mondja a Zohár, az ötödik szint, ötödik teremben itt található mind azok, akik teljes megtérést tették. Teljes megtérés. Mit jelent a teljes és a nem teljes megtérés? Erre találunk a Talmudban, van kétfajta megtérés. Van az, aki megtér félelemből, és van, aki megtér szeretetből. Félelemből ez azt jelenti, hogy fél a büntetéstől. Megtér szívből, nem megbánja mindent, amit tett, stb. De miért? Mert fél a büntetéstől. Fél az isteni büntetéstől. Ennél sokkal magasabb szint az, ha valaki megtér szeretetből, mert szereti az Istent és sajnálja, hogy olyasmi tett, amit az ő akarata ellen. Ez a teljes megtérés. A Talmud azt mondja, hogy aki megtér félelemből, akkor egy szándékos, ami volt egy szándékos vétek, az örökkévaló átminősíti, és nem szándékosba válik. Szintén megmódosítja a könyvelést. Eddig nagyon súlyos vétek volt ott leírva, szándékosan tudta a tilos, és minden tudat, és megtette. Nem, ki van javítva, nem szándékosan, véletlenül vétkezett. Ha valaki megtér azért, mert szeretetből tér meg, akkor az is átminősítés, de sokkal komolyabb átminősítés. A szándékos vétekből lesz szándékos micva. Azt jelenti, egy mínuszból lesz a plusz. Eddig ez a mínusz oszlopa volt a vétkek oszlopában, az örökkal csak megfogja, átteszi a micvák oszlopában. Nem vétkezett, hanem nagy micva csinált. Nem egy komoly vétek volt, hanem egy komoly micva volt.
Szóval ebben a teremben található, itt ebben a teremben a helye azoknak, akik valójában megtértek, és teljesen megbántak, és megtérek a vétkeitől. Teljesen megbánni és megtérni, ez azt jelenti, hogy soha több. Nem most, mert most van egy különleges idő, akár Jom Kippur engesztelés napja, hú, akar az ember ilyen lelkes, és másnap képes visszamenni a régihez, hanem ők teljesen megbánták, teljesen megtértek, hogy soha több nem fognak visszamenni a vétkezéshez, és meghaltak tisztán. Nem jelenti az, hogy rögtön haltak meg, hanem megtértek, és innentől kezdve soha nem tértek vissza a vétekhez, illetve, hogy folyamatosan tértek meg, állandóan, újra és újra és újra. Erre hallottam egyszer a pápai rabitől egy kis történet, hogy mit jelent újra és újra megtérni. Ha már tegnap és tavaly megtértem ezen a vétken, mit tudok újra megtérni? Azóta nem vétkeztem újra. Erre azt mondta, hogy mesél neked olyan történetet, hogy egyszer Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon 1000 évvel ezelőtt volt a babiloni zsidóságnak a nagy vezetője és tanárja. Egyszer eljött egy városban, ahol senki nem ismerte őt. Mivel senki nem ismerte, nem tudtak, hogy milyen nagy dolog az, hogy Rav Saadia Gaon eljött az ő városukban. Még egy zsidó. És erre nem kapkodtak, hogy ó, gyere el hozzám. És az egyik zsidó, látod, hogy jön egy zsidó, aki nem itt lakik. Tessék, gyere be hozzám, nálam kapsz egy szobát, fogsz tudni aludni, enni. Miért? Mert micva vendégeket fogadni. Jó. A Szádja nagyon örült, megköszönte, volt neki hol elnie, ahol laknia, aludnia, pihennie, tökéletes volt. Egy pár nap múlva egyszer csak valahogy észrevették, hogy ki ez a vendég, ez nem még egy zsidó, ez a Saadia Gaon. Ó, mindenki legnagyobb megtiszteltetés adtak neki, stb. És egyszer csak eljön hozzá a vendéglátója. És leesik a földre, és kezd sírni, jaj, bocsáss meg. Erre azt mondja neki, Saadia, bocsásson meg. Hát maga megmentett engem, adott ruha, adott szobát, adott ágyat, adott ételt, hát boldog ember vagyok. Azt mondja, de ha tudtam volna akkor, amit most tudok, hogy maga kicsoda, akkor 10-szer annit adtam volna. Erre azt mondja a pápai rabi, azt mondja, az ember megtér, mert rájött, milyen dolog az Isten előtt vétkezni. Aztán, amikor még magasabb szintre emelkedik, újra megtér. Mert most, amikor egyszerű zsidó volt, akkor ilyen szinten megtiszteltetés jár neki. Amikor a Saadiában, akkor ilyen megtiszteltetés. Ha még nagyobb, akkor még nagyobb megtiszteltetés. És minden nap, hogy a zsidó még többet és még többet tud az Istenről, újra tér meg. Mert újra fáj neki, még jobban fáj neki. Hú, én tudtam volna, akkor semmiképpen nem tettem volna. Ez jelenti, az azt jelenti, hogy a halál napjaig folytatja a megtérést. Mondja a Zohar, ebben az 5. teremben található mind azok, akik megszentelték az Isten nevét azáltal, hogy vállaltak a halált. Azt jelenti, hogy tudtak volna megmenekülni a kínt és a halált, ha elhagyják a hitüket, és kitérnek a zsidó vallásból, ők vállaltak a halált. Ezek szintén ebben az 5. teremben található. Felmerül a nagy kérdés,
hogy lényegében itt az ötödik terem mártírokról van szó, akik vállaltak a halált. Tehát már előbb a negyedik teremben vannak azok, akik meghaltak a bálványimádok által. Akkor ki kerül a negyedik terembe, ki az, aki kerül az ötödik terembe? A kommentátorok itt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Valaki azt mondja, hogy részben a negyedik teremben, részben az ötödik teremben, itt is, ott is. Talán, nagyon óvatosan mondok, mert nem láttam ezt a kommentátorok, nem, a kommentátorok ezt nem mondtak, de talán arról van, hogy kétfajta mártír van. Van az a mártír, akit megölnek a hite miatt, de ő nem választotta a halált. Az nem az ő döntése volt. Például a holokausztban, az nem volt ez nem volt döntés kérdése. Ugye az faji gyűlölet volt, aki a zsidó fajban beleszületett, az megérdemelte a halált a náci elképzelés szerint, még akkor is, ha kitért a zsidó vallásból. Azt jelenti, ezek mártírok, mert azért haltak meg, mert zsidók, ők nem választottak a halált. Itt pedig azt mondja az ötödik teremben azok, akik választottak a halált. Azt mondja, megadtak nekik a lehetőséget, hogy ki tud térni, elhagyni a hite, és akkor életbe fog maradni, és ő választotta a halált, ez pedig az előírás. Az előírás az, hogy az embernek vállalnia kell, akkor is, ha van neki lehetősége megmenekülni, azáltal, hogy elhagyja a hitet és a vallását, azt mondjuk nem szabad, hanem meg kell halnia. És ezek az ötödik teremben a helyük. Mondja a Zohar tovább. Ugye akkor a megtérők, a bálcsúvák, és azok, akik választottak a halált, és meghaltak és megszenteltek az Isten nevüket. Erre azt mondja a Zohar, és ennek az ötödik teremnek a kapujában áll Menashe Júda királya, akit az örökévaló elfogadta a teljes megtérésével. A Talmudban két vélemény van, Rav Júda és a bölcsök között, hogy Menashe Júda király, ő egy borzasztó nagy bálványimádó volt, Júda király, de bálványimádó volt, és utána vége megtért. És akkor a Talmudban a bölcsök azt mondanak, hogy megtért, és az örökölő visszaengedte őt királynak, túlvilági részben nem részesül. De Júda azt mondja, részesül a túlvilági üdvösségben, és itt pedig a Zohar szintén azt mondja, hogy az ötödik terem, nem első, második, harmadik, negyed, ötödik terem kapujában ott áll ott található Menashe. És az örökkévaló külön, hogy mondanak, egy külön áttörte a falat, áttörte a kerítés, hogy Menashe tudjon bejönni. A Talmud azt mondja, hogy amikor Menashe akart megtérni, nem volt rá lehetőség, mert olyan bűnös ember volt, és olyan sok más zsidót vezetett bűnbe, hogy elvileg nem lett volna lehetősége a megtérésre. De Menashe szívből akart megtérni. Erre azt mondta az örök, hogy rendben van, hogy itt minden út zárva van, feltöröm egy új törés, egy új nyitást adok neki, hogy tudjon. És azt mondja a Talmud, hogy az isteni trónja alatt ott fúrt az örökkévaló neki egy lyukat, és onnan került bele, képletesen, természetesen. Csak itt az egyik kommentátor azt mondja, igaz, az örökkévaló elfogadta az ő megtérését, de az van írva, hogy a kapuban áll. Kapuban áll azt jelenti, hogy mégis egy kicsit kérdéses a dolog, hogy ott van a Gan Edenben, az ötödik teremnél, de a bejáratnál. Azt jelenti, hogy egy kicsit korlátozva van. Mondja a Zohar tovább.
És ebben a teremben, a belső részében, ahogy előbb is tanultunk, hogy minden egyes teremnek van egy belső része, ebben a teremnek a belső részében találhatók mind azok, akik egy nagyon erős megtéréssel tértek meg. Előbb arról volt szó, a teljes megtéréssel. Most mondja erős. Erős azt jelenti, erős, ez azt mondja, nagyon nagy erővel. Olyan nagy erővel mondja a Talmud, mondja a Zohar, és a Talmudban is van egy ilyen erre történet, hogy belehalnak, megtéréskor meghalnak. Azt mondja, olyan nagy erővel, olyan nagy bánat van a lelkükben. Olyan nagy bánat van a lelkükben, hogy nem képesek tovább élni, és meghalnak a megtérésükben. És erre a híres példája Rabbi Elazar ben Dordája, aki az egyik legbűnösebb ember volt a világon. Mert azt mondja, hogy Talmud nem volt egy örömlányt, akit nem próbált ki. Az egyik, ahol csak volt. És egyszer egy nagyon messzi utat tett meg, mert hallottad, van még egy nagy örömlány. És ez, mikor eljött haza, azt mondta neki, figyel, reménytelen vagy te. És ez indította el az a szó, hogy reménytelen az, hogy kiment és kezdett sírni, sírt, és belehalt a sírásban. Olyan mély és erős volt az ő megtérése. Mondja, és ezek kerülnek ennek az ötödik teremnek a belső és magasabb szintje. És ezek nagyon különleges isteni fényt élveznek minden nap háromszor. Háromszor az valószínűleg párhuzamos az imával. Akkor jönnek, akkor érkeznek ezek a nagy fények ebben a teremben, és mindenki, minden egyes lélek élvez ebből annyi, amennyi jár neki. Mondja az Zohárt egy érdekes dolog, és a Talmudban is benne van, hogy minden egyes szádik a Gan Édenben, az Édenkertben odaégje magát, ha átmegy a másik hüpa. A hüpa az a baldachin. Mindenkinek van a saját szintje, a saját baldachinja, és ha valaki átmegy a másik szinthez, ami nem neki való, akkor olyan, mint ilyen égetést kap. Mert ami nem neki való, ott nincs mit keresnie. Mindenkinek megvan a saját szintje. És ez akár az alsó Gan Édenben, akár a felső Gan Édenben. Mondja az Zohar, ez a szint, ez a terem minden más szintnál magasabb van. Mert ahogy a Talmud is mondja, hogy azon a helyen, ahol a megtérők, a bálcsúvák vannak, akkor senki nem tudja ezt a szintet elérni. Miért? Mert a cádik, aki soha nem vétkezett, akkor bizonyos szempontból nincs olyan erős hajlama a vétkezéshez, mert soha nem kóstolta meg, hogy milyen finom ez a nem kóser étel, ezért nincs igazi vágya ez az ételhez, mert soha nem kóstolta meg. Soha nem volt neki tiltott kapcsolata, soha nem lopott, nem tudja, milyen az érzés. De az, aki már vétkezett, és lemond róla, megbánja, ő neki sokkal erősebb a hajlama, mert ő már tudja, milyen finom az a nem kóser étel. És mégis lemond róla. Ezt mondja Zohar, még a teljes szádikak, akik az alsóbb termekben találhatók, nem tudnak bemenni ebben a teremben, és ott állni. Mert ez a legmagasabb szint, magasabb, mint minden más. Kivéve, van ennél egy még magasabb szint, mondja a Zohar, ez pedig a haszidnak a szintje.
Hát az igazság az a cádik, az a tökéletes, az igaz ember. Általában magyarul úgy szoktak fordítani, a cádik igaz ember, és a haszid szoktak mondani jámbornak. Valójában a haszid ez azt jelenti, aki mindig nem minimum szinten, hanem még sokkal több, mint a kötelezőt teljesít. Az a haszid. Lifnim misurat adin, aki sokkal többet teljesít, mint amit kell. Ezek még magasabb szinten vannak, ezek pedig a hatodik teremben lesznek. De a haszidokon kívül, a jámborokon kívül, akkor minden cádik, igaz ember, az mind alacsonyabb szinten vannak, mint a bálcsúva, a megtérő, mert a megtérőnek sokkal erősebben kellett áldozni az Isten akaratért. Most előbb említettem, amit én gondolom, hogy mi a különbség a negyedik terem és az ötödik teremnek a mártírja között. A negyedik teremben olyan mártírról beszélünk, akinek nem volt választása, és az ötödik terem pedig az, aki választotta a halált. Ezt kapcsán szeretném említeni, hogy a második világháború után a rabinikus irodalomban tényleg szó volt arról, és felmerült ez a kérdés, hogy mind azok, akik meghaltak a holokauszban, és valójában nem kaptak választási lehetőséget. Sőt, vannak akik jó, nem szabad rosszat mondani mártírról, de elképzelte, ha kapott volna lehetőséget, ki is tért volna. Sőt, vannak akik az életük során ki is tértek. Szóval mindenképpen, mivel nem kaptak választások, az merült fel a kérdés, hogy mártírnak számít, vagy nem. Mert általában a mártír az, aki feláldozza magad az Isten nevéért. Itt pedig meghaltak az Isten nevét, azért, mert zsidók, azért, mert a zsidó hithez tartoztak. Szinte mindenki, talán egy-két kivétel volt, aki azt mondta, hogy mindenki, aki meghalt a holokausztban, hiába nem volt választási lehetősége, akkor mártírnak számít. Csak én hozzátettem, hogy talán az, aki kapott választási lehetőséget, magasabb szinten van. Egy másik kérdés, ami felmerült, hogy azok, akik meghaltak, mint mártírok, és erre, hogy a Zohar is mondja, és a Talmud is mondja, ez olyan magas szint, hogy senki nem tudja elérni ezt a szintet, akkor kell-e mondani utánok a kádist. A gyászoló kádisa. A gyászoló kádisa az lényegében a kádis, az olyan, mint egy létra, ami ad a létrát a léleknek, a tudja még magasabb szintre menni. A kérdés, hogy a mártírnak kell adnia, kell mondani kádis, kell-e még létrára magasabb szintre menni. Volt egy-két haszid mester, aki olyan, aki azt mondta, nem kell mondani kádist. Például a Belzi Rebbe, aki itt volt, ide menekült Galíciából, aztán ment Izraelbe, ő soha nem mondott kádist a családja után, akik meghaltak a holokauszban. Azt mondta, nem kell mondani kádist. De az elfogadott vélemény az, hogy mindenki után kell mondani kádist. Miért? Mert mindig van magasabb, és még magasabb szint. Azt mondja, hogy nagyon magas szintet érnek el, az nagyon szép, de van még magasabb. Hát végtelenség, az Isten, az isteni fény, az végtelen, és ezért nincs olyan, legmagasabb szintet ért el. Azt lehet mondani, hogy nagyon magas szintet ért el, de nem a legmagasabb szint, olyan nincs, mint a legmagasabb szint. És ezért az elfogadott az, hogy az, aki után is mondunk kádist, akik meghaltak a holokauszban, mártír halált. Ez volt az ötödik terem, és ahogy a Zohar mondja, következik a hatodik terem, az pedig a haszidok, akik többet tesznek a minimumnál. És itt
itt fogunk megállni, mert ez egy külön új téma, és akkor a következő órán a hatodik és a hetedik termeket fogunk átvenni. Köszönöm a figyelmet, folytatjuk majd Isten segítségével, holnap lesznek a haszid történeteket, szerdán a kérdezd a rabbit, csütörtökön pedig a heti szakaszt kapcsán érdekes téma, az pedig az a címe, erősíti-e az antiszemitizmus a cicesz, a rajtak titkai. Erről lesz szó majd csütörtökön, gyertek vissza máskor is, köszönöm a figyelmet és jó éjszakát kívánok!